A legaljasabb a gyerekek elleni terrortámadás. Ezt Tuzson Bence kormányzati kommunikációt felelős államtitkár mondta a manchesteri terrortámadástól. A 22 halálos áldozatot követelő robbantással kapcsolatban üdvözlöm a stúdióban Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Jó reggelt kívánok! Ugye egyrészt kritikus szintre emelték a terrorkészültséget, másrészt ugye elhangzott, hogy nem egyedül volt a támadó, nagy valószínűséggel egy csoportról beszélünk, és éppen ennek következtében elképzelhető, hogy újabb támadásra készültek, elképzelhető, hogy újabb támadás bekövetkezte. Mi az üzenete ennek Magyarország felé, Magyarország számára, hát mire kell készülni? Ennek a elemző értékelő tevékenység van, egy Kobra nevezetű szervezet, ahol pontosan az ilyen típusú elemzéseket végzik. Ők úgy ítélték meg, hogy nem csoport, hanem hálózat állt a háttérben. Azért mondom ezt pontosítanom, mert nem hogy baráti csoportról van szó, hanem egy titkosszolgálati módszereket alkalmazó, fedetten, rejtetten működő és szerteágazó kapcsolatrendszert, logisztikai hátteret működtető intézményről, amelyiknek a csúcsán az elkövető állt, aki hát egy olyan bombát alkalmazott, amelyik az eddigi korábbi gyakorlattól eltérően magas műszaki színvonalú, tehát profizmusra utaló jellegű volt, és mivel hálózattal áll szembe a brit elhárítás, amelyik titkosszolgálati módszereket alkalmaz, fedetten működik, ezért mindenképpen indokoltnak látták, hogy mindaddig, míg ezt a hálózatot fel nem számolják, addig a kritikus, vagyis a legmagasabb szintre emeljék a készültséget, hozzátéve, hogy ilyenkor a jogszabályok alapján nagyobb lehetősége van a titkosszolgálatoknak is a működésükre, és igénybe vehetik a hadseregnek az erőit, amelyik jelentős biztonsági pluszt jelenthet a lakosság megnyugtatása szempontjából is. Az, hogy van-e ennek kihatása Európára, és ezen belül van-e kihatása Magyarországra, ez egészen biztos, tehát itt az európai értékek elleni támadásról van szó, egy az emberi és európai értékeket semmibe vevő, tulajdonképpen egy tömeggyilkosságot hajtott végre itt egy muszlim fiú, aki nem tudjuk, hogy milyen körülmények között kerülhetett kapcsolatba az iszlám állammal. Minden esetre az, hogy ő egyes tanúvallomások szerint kint járt a közelmúltban Líbiába és Szíriába is, ez mindenképpen fel kellett volna, hogy hívja a figyelmet ő rá. Ez sajnos nem történt meg. Ezért aztán számos európai ország tett intézkedéseket a terrorbiztonság javítására, de az alapvető probléma, amelyik a muszlim terrorizmusnak a terjedésével és erősödésével kapcsolatban jelentkezik Európában, hiszen több mint 300-an haltak meg az elmúlt időszakban terrortámadások következtében, ahol maga a terrortámadás szó is kicsit már furcsa, mert ugye korábban a terrortámadás, hogy túlszul ejtenek valakit és követelést támasztanak az állammal szemben, itt most ilyenről nincs szó, megfélemlítésről, ölésről. Bocsánat, azért szavába vagyok, most azt is mondják, hogy egy picit, mintha megváltozott volna a terrornak az arca, tehát hogy most gyengébb célpontok, tömeges célpontokat vettek ugye szem alá, vagy a tekintetük elé a terroristák. Van-e ennek ilyen jellegű üzenete? Tehát, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ugye ebből az látszik, hogy az iszlám állam gyengül, ezért ők is gyengébb célpontokat választanak, ami egyébként sokkal hatásosabb, hatékonyabb nyilván a közvélemény előtt. Hát az, hogy közvélemény előtt hatékonyabb be, az biztos, hogy gyerekek voltak a célpontok. Félelmet és rettegést kelthet, de ami tényszerűen megállapítható 2015-ig visszatekintve, a végbe ment terrorcselekményeket, közbiztonsági súlyos eseményeket, bűncselekmények számának a növekedését, ez mind azt jelzi, hogy a közbiztonság jelentős mértékben romlott az Európai Unió országaiba, és ennek kétségtelenül az az egyik oka, hogy egyre nagyobb számba érkeztek, és érkeznek napjainkban is olyan személyek Európába, akikről senki nem tudja, hogy kik ők valójában, milyen háttérrel, milyen korábbi cselekményekkel, egyáltalán a személyazonossággal és célkitűzésekkel érkeznek, vagyis alapvető fontosságú lenne, hogy az Európai Unió és a tagállamai újra gondolják azt a illegális migrációt segítő politikájukat, amelyik nagyon sok esetben és tömegesen vezetett terrorcselekményekhez és a közbiztonság romlásához. Nagyon fontos
ténykérdés, és ezt egyébként az egyes európai tagállamok is észlelték, amikor visszaállították a schengeni térségen belüli belső határellenőrzésüket, amit mi nem támogatunk, mert szerintünk a schengeni érték az egy nagy vívmány, tehát a külső határok őrizetét kell megoldani, amikor is visszaállították a határellenőrzést, vagyis a határbiztonság, a határellenőrzés hatékonysága, ez a belső biztonságnak egy nagyon fontos mutatója, nagyon fontos kulcsa. Ha és amennyiben ez nem működik, akkor mindig sokkal nehezebb már a bent tartózkodókat figyelemmel kísérni, és kellő hatékonyság, és főleg kellő időben megakadályozni, megszakítani olyan cselekményeket, amelyek az állampolgárainkat fenyegeti. Egy picit térjünk rá a korábbi esetre, ugye Calais-ban a kecskeméti diákok buszát támadták meg. Honnan lehet biztos információkhoz jutni, hogy merre ne menjünk, merre mehetünk, és ha esetleg ilyen atrocitás ér bennünket, akkor ott mi a gyors intézkedés? A calaisi helyzet az most már hosszú ideje húzódó, visszatérő, különféle államok, itt Franciaország, Nagy-Britannia különféle Igen. erőfeszítéseket tett annak érdekében, például Calaisnál kerítést építettek, nem is kicsit, hanem nagy és erős kerítést. Igyekeznek távol tartani a migránsok tömegeit, akik abból a célból érkeznek oda, hogy ők Nagy-Britanniába akarnak jutni. Az, hogy aztán miért pont Nagy-Britanniában és miért nem jó Franciaországban, ezt most így nehéz lenne eldöntenünk. Nyilván valami a szociális ellátórendszerbe különbség lehet, vagy valamilyen ok miatt fontosnak tartják azok, akik a migránsok mozgását szervezik, hogy minél nagyobb számba érkezzenek Nagy-Britanniába az illegális bevándorlók. Tényszerűség viszont, hogy tehát erőfeszítések ellenére többször emlékszik rá talán ön is, hogy kiürítették ott azt a tábort, igen, amiben igen, laktak, igen. konténervárost hoztak létre, átvitték Párizsba az ott tartózkodókat. Mindig újra és újra visszaszivárognak, és minden módot megkeresnek annak érdekében, hogy följussanak járművekre, akik révén talán ellenőrzést kikerülve eljuthatnak oda, ahova ők szándékoznának. Itt ez esetben, vagy egy pár héttel ezelőtt magyar kamionost is megtámadtak, vagy magyar kamionba rejtőztek el, fölvágták a ponyvát, stb. Tehát itt csoportok készülnek illegális határátlépésre, és ennek kapcsán nyilván, mivel a járművek nem állnak meg, akadályt szerveznek, közlekedés biztonságot veszélyeztetik, az ott utazók testi épségét veszélyeztetik, vagyis kellő körültekintéssel kell eljárni, akik ilyen útra indulnak, legyen szó kamionosról, vagy mint itt a legutóbbi esetben gyerekeket szállító buszról. Ki kell kérni az ottani hatóságok és a magyar konzuli szolgálat véleményét, illetőleg akik bajba kerülnek, szintén a magyar konzuli szolgálat a rendelkezésükre áll érdekeik védelme érdekében. Nagyon szépen köszönöm az információt. Én is köszönöm.